Zalatnai Sarolta már országosan ismert énekesnő volt, amikor egy amerikai útja során látott koncert gondolatébresztőként hatott rá. Hazatérve két, akkor már profi énekesnővel hívta életre a Cini és a Tinik vokáltriót. Kezdetben Horváth Charlie zenekara, az Olimpia kísérte a lányokat. Végre eljött már a nagy nap, mikor izgatottan előttetek állunk. Ó, fényben áll a titkot, és a tagsviharban egyszerre kiálltunk. Cini, Éva és Gyuri együtt lépnek, hogyha tapsol azok kész, egyre hangosabban szól az élet. Nagyon tetszett Amerikában, amiket láttam, hogy történik a színpadon valami, mert lehet jó hangú, de látványnak. És baromi jól is néztek ki a csajok. És ez nem csak egy ilyen segrázós diszkopipi meló volt, hanem azért, ha itt meghallgatjuk a zenéket, itt komoly vokáléneklés volt. Ilyen még nem volt, még külföldön se, hogy három csaj, tehát két kísérő csaj, és piramis buli volt erre, és emlékszem, ott két sorral alébb voltál, én a Jazz-en szakra jártam, akkor gondolhatta, hogy valamit azért csak tudok. Azt mondja, Juli, tudsz surblizni? Tényleg? Mondom, mi az a surblizni? Azt mondja, táncolni. Tényleg? Na, persze, hogy tudom. Azt mondja, akkor keressünk még egy csajt, és akkor csinálunk egy ballát. Jöjjetek hétköz napok, hozzatok ünnepnapot, hozzatok új álmokat, reményeket. Charlie mondta, hogy hülyék vagytok csajok, hát majd én megkoreografálom, ugyanis hát balettiskolába járt ugye bár korábban. És úgyhogy ő koreografálta meg, én körülbelül megmutatgattam neki, hogy miket láttam a bosztoni koncertjén a Gloria Gaynornak, és akkor ő meg erre koreografált egy táncol. A lépéseket, iszonyú sokat melosztunk, már próbáltunk. Na most ezek után kíváncsi vagyok az archív felvételre. De hogy mire vagyunk olyan büszkék? Igen. Figyelj, ezt a mozgást? Hát azt mondom, egyáltalán nem is gáz. Várj, hol lehet hangosítani? Hát bocsánat, de jó. Ez? Oda, igen, azt mondom. Googolos. Igen. Hát ő minden megtudom. Oda nézni. Na miért, ez volt a... Igen, ez volt a dobbantós. Hát nem tudom, hogy nem tetszett. Hát úgy volt, mondom, hogy a korát megelőző. És itt tört le a hajam a karma. De mi ez tök helyes? Helyes, de hát nekem mindig hosszabb volt. És ezek itt is a mozgás tök jó. Soha nem fogom elfelejteni az első ilyen teritalpas csizmát, amit hozott, és ilyen egy ekkora teremben kb. Fél órán keresztül kézen fogva vezetgetett, mert annak a talpa volt ilyen vastag, és akkor a sarka meg arányosan hozzá még egyszer akkor, és azt mondom, hogy leesek, mint egy ilyen hokkendrill. Soha nem fel, és utána abba táncoltunk. Ne hagyj el a fény, nélküled szintelen az életem. Ne hagyj el a fény, ne hagyj el, ó, ne hagyj el. Akkor még utazni nehezebb volt bár, de a bulikkal lehetett menni. És akkor mondjuk kimentünk a Szovjetunióba két hónapos turnéra, ott még a farmer, nem csak a farmer, hát a szappanunkat, minden. De mindent megjöttek tőlünk. Mindenünket. És akkor egyszer semmiben visszajöttünk, és akkor elmentünk Londonba 3 napra, és szépen bevásároltunk a legújabb cuccokat, és akkor megint jók voltunk egy pár hónapig, vagy egy évig, vagy mit tudom, akár meddig.